A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora, amelyben ma a László napot tartunk, hiszen a stúdióban itt van velünk Kaiser Tamás, akiről csekély számú közvetlen jó barátja és tisztelője azért tudja, hogy László a harmadik neve, vagyis a második keresztneve. Tehát Kaiser Tamás László kollégánk, a sportá.hu szerkesztője, Juhász László önkormányzati képviselő, a Videóton baráti kör elnöke, és Horog László, aki pedig hát a László Lászlója ebben az országban. Laci! Mindannyiunk Lacia. Nekem sajnos nincs ilyen keresztnevem, de gondolkodom rajta. De tiszteletbeli Somos Zoltán László. Köszönöm szépen. Amíg azt átgondolom. Hát nem biztos, hogy ilyen általános jókedv lesz jellemző az adásra. Egy idézettel kezdem. Nyilván mindenki kitalálja, hogy milyen csapatról van szó. A mai meccset is látva állapítsuk meg, hogy minden idők valószínűleg legtöbb pénzéből, minden idők egyik leggyengébb csapata a mostani sajnos. Tankönyvet lehet majd írni arról, hogyan lehet 4-5 év alatt egy Chelsea ellen jól játszó csapatot a kiesés közvetlen széléig zülleszteni. Kodró büntetőjében pedig minden benne volt erről a folyamatról. Az alapvető okok persze elég egyszerűek, megfejtés gazdátlanság, hozzá nem értés, valamint az elkötelezettség teljes hiánya. Azt gondolom, hogy aki az utóbbi napokban figyelte a sajtót, nem csak a sportsajtót, az találkozhatott ezekkel a gondolatokkal, hiszen Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere fogalmazott így elég keményen, mégpedig a MOL Fehérvár hivatalos Facebook oldalán egy kommentben, amely aztán persze nyilván több tucat egyéb kommentet is kiváltott. Volt már egy adás, amelyben ilyennel kezdtünk, néhány héttel ezelőtt, a legutóbbi edzőváltás előtt a polgármester úr szintén megfogalmazta hangsúlyozottan szurkolói véleményét. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy amikor egy politikus akár szurkolóként, akár hangsúlyozottan magánszemélyként megnyilvánul, azt is jól átgondolja előtte, hogy hova, mit és milyen várható következményekkel ír meg. Úgyhogy egy pillanatig nem gondolom, hogy Székesfehérvár polgármestere ne tudta volna, hogy ez téma lesz, és hogy ne szándékosan fogalmazott volna ennyire keményen. Akkor egyébként, amikor legutóbb posztolt, ugye azt írta, hogy a tulajdonosnak el kell beszélgetni a csapattal, meg kell lépni az edzőcserét, és a szurkolók felé a kommunikációnak is őszintének kell lenni. Hát ebből az edzőcsere kétségtelenül megvalósult. Most nem ír ilyen konkrét utalásokat vagy javaslatokat Garancsi Istvánnak, de ez a megfogalmazás, hogy gazdátlanság, hozzá nem értés, ez szerintem régen úgy mondták volna, hogy akár egy Sejem Zsinórral felérne, ha a fehérvári polgármesternek ugye bármiféle hatásköre lenne a MOL Fehérvárra nézve. De nincs. Kezdjük akkor azzal, hogy ti egyetértetek-e azzal, aminek egy része nyilván tényszerűen tudható lenne, ha Magyarországon... Mielőtt elkezdjük, azért hadd mondjak meg, hogy a labdarúgás mitől szép. Ha Kodró 11-ese bemegy, akkor már lehet, hogy azzal kezdjük a műsort, hogy Magyarország-Kanada jégkorong mérkőzés, és mit várunk a VB-n a rengeteg fehérvárival fölálló magyar válogatottól. Tomikám, semmiképp nem kezdtük volna ezzel a műsort. Tehát, azért mondtam, hogy lehet, mert ha bemegy 2-1, azt mondjuk hogy egy nem túl jó meccsen hozta a kötelezőt hazai pályán a Vidi. De szerintem neked is a Kollósi Oktatási Stúdió első lecke első óráján azt mondták, hogy a ha a sportban az mint olyan nem játszik, ezt elég régóta tudjuk. Egyébként pedig ugye a polgármester úr is azt mondja, hogy Kodró büntetőjében elég sok minden benne volt. Nem azért mondom, hogy nem véletlenül ment az fölé, mert direkt akarta fölé rúgni, hanem mert ez egy ilyen szezon, és erről is kell beszélnünk. Szóval egyetértetek-e azzal, hogy minden idők valószínűleg legtöbb pénzéből, ami tényszerűen ellenőrizhető lenne, ha ugye a gazdasági adatok nyilvánosak lennének Magyarországon, de minden idők egyik leggyengébb csapata ez a mostani MOL Fehérvár. Itt persze a MOL Fehérvár, illetve a Videóton történelméhez kell viszonyítanunk. Hát a Vidi költségvetését tudjuk, ugye pont azért álltak bele, mert a Vidiben nem olyan régen, mert hogy ugye mekkora nyereséget
realizált ugye a lelőző pénzügyi évben. Igen, a gazdasági jelentések valóan szólnak arról, hogy itt több 100 millió vagy milliárdos nyereség van. A költségvetése kapcsolatban én már a 7-től 10 milliárd forintig elég sok mindent olvastam, ezek egy része nyilván újságírói találgatás. De a nagyságrendeket elnézve, én azt gondolom, amivel itt egyet lehet érteni, az az árérték arány, ami borzasztó. Tehát, hogy azért ekkora pénzből magyar szinten kieső jelölt csapatot csinálni, azért az mindenképpen bravúr. Nézd meg a Chelsea-t. Most már bemaradnak. Hétvégén nyertek, megnyugodhatnak, bemaradnak. Tomi mindent elkövet, hogy relativizálja a mai első témánk súlyosságát, de azért van, akit mások is a stúdióban. Na jó, hát akkor menjünk sorba, hát, hogyha itt indultunk. Hát, még el sem mondtam. Ja, bocsánat, mondjam. Hogy ezután. Na hát, hogyha onnét indultunk, ahogy szerkesztő úr mondta, Zoli mondta, de maximális egyet értek, hogy a polgármester úrnak minden egyes szava valószínűleg kimérten kicentize volt, és hát nem lehet vele nem egyet érteni, logikus, sőt egy agyalteli találat pár sor ez, hogy gyakorlatilag 100-ból 100 Fehérvár ezzel egyet kell, hogy értsen. Tehát, hogy itt nagyon nem lehetett félrelőni, hogy őszinték legyünk. Ha tovább akarom boncolgatni, és az előző utolsó ilyen felkapott posztot is nézzük, ami a foci kapcsán volt, az ugyanez volt. Tehát egy kimért, tudtuk, akkor éppen az a lélektani pillanat volt. Most pedig egyértelmű, hogy egy totális népharag kezdene már lassan kinyílni, ahhoz képest viszonylag békés lett szerint a meccs vége. De hozzáteszem, hogy ugye láttunk ilyen kommenteket is, és én részben, természetesen egy picit belülről, picit kívülről, de részben egyet tudok azokkal a hangokkal is érteni, hogy azért én komédiben az az érdekesség, hogy van egy nagy rendszer Magyarországon, tudjuk, ami a focit körüllengi és a politikát, és ugyanannak a rendszernek ugyanazon az oldalán álló szereplő kritizálta az ugyanazon álló oldalon levő szereplőt. Az más kérdés, hogy van a kis buborék, a nagy buborék, és ezek a halmazok összeérnek-e vagy nem. Tehát azért ebből a szempontból nézve mindenképp érdekes, ahogy te fogalmaztad, hogy ha más pozícióban lenne, Selyem Zsinór lenne, az a kérdés, hogy itt ebből a pozícióból is, hogy ez már a múltkori posztból is ez egyértelműen látható volt, amit nagyon régóta tudunk, a bajnokavatás, utolsó bajnokavatás óta tudunk, hogy nem felhőtlen a viszony a tulajdonos és a város vezetés között. Gyakorlatilag ugye ennek mi a célja, és miért ilyen módon, és miért nem a házi asztalnál úgymond próbálják ezeket eldönteni. Tehát, de minden esetre maximális egyet lehet érteni ezek a sorokkal, ezt hozzáteszem. Hát azt gondolom, hogy valóban, hogy te is mondod, nyilván a politika felül is meg lehetne, nem szeretném a mai adásban feltétlenül. Valószínűleg azért kapta fel az országos média és bizonyos irányultságú portálok is, mert hogy sokan ezt látják benne, hogy az egyik országosan ismert fideszes üzen a másiknak, miközben el van könyvelve, hogy a futball az ugye a kormány és a jelenlegi országvezetés számára egy fontos dolog. De most ezt hagyjuk, mert egyébként azt gondolom, hogy bárki is lenne a MOL-Fehérvár tulajdonosa, hogyha ennyi rendelkezésre álló pénzből ezt hozná ki, amihol jelenleg tart a csapat, bárki jogosan kritizálhatná. Csomó minden igazság van benne, és szerintem a legfontosabb a hozzá nem értés és a gazdátlanság. Mert gazdája van, hát csak rossz gazdája van, de ugyanakkor meg egy dolgot nem szabad elfelejteni, nem a pénz focizik. Tehát, hogyha a pénz focizna, akkor például Görögország nem nyert volna Európa-bajnokságot. Ez egészen biztos. Vagy a Leicester City annak idején nem nyer bajnokságot. Matthias Soller mondta annak idején, akit sokat idéztek, mikor még körmendi edző volt, az Albától idén kirúgott német kosáredző, hogy a pénz nem dob kosarat, mondta ezt angolul, ami egy emblematikus nyilatkozata lett, később a szombathelyi szurkolók szívesen az orra alá dörgölték. Nyilván minden sportra igaz, hogy nem feltétlenül a pénz dönti el. A Manchester City először hajt, vagy első BL címére hajt, miközben a világ leggazdagabb klubjaként. Igen, hajszolja ezt. Tehát 10 éve körülbelül. Ez igaz, csak aki őt ebben megakadályozza, az általában nem a BL mezőköves, de meg a honvédje, meg a vasasa, hanem hasonló a nagy csapatok. De Zoli, mondom, a Leicester City is nyert a már nagyon pénzes Manchester City előtt többek között bajnoki címet. Ez a része igaz? Mondom, tehát ezt a részét ezt el kell fogadjuk. És az is szerintem a videóton ellen van jelen pillanatban, hogy nem 16 csapatos a bajnokság, hanem 12. Hát igen, a 11. helyen állva már gyakorlatilag egy kényelmes jár. Ekkora kicsőség lenne. Milyen öröm lenne. Nem, én nem akarom védeni. Na halljuk a közgazdász urat is, nem? Nem, annyira jókat mondtok, hogy meg sem merek szólalni. Ideálok vagyunk ebben a tragikus helyzetben, úgyne. Egy dolog biztos ebből a posztból, hogy ők nem hivalkodóan nincsenek jobban a polgármester és a tulajdonos, hanem nagyon rosszban vannak, hogy ez az üzenet
azért egyértelműsítette, hogy a polgármester úr egy teljesen más tulajdonosban gondolkodik. Azt nem tudom, hogy van-e ötlete, hogy a következő lépést micsoda. A kompetenciája sincs, ez az, tehát ez egy vélemény. Van. Tehát itt a tulajdonos dönthet, úgyhogy ő neki most momentán jövőre MB2-es klub az elképzelése, de nyilván nem szeretné, de a városnak akkor sincs ebbe beleszólása. Tehát itt önképpen a tulajdonos, valódi tulajdonos, és a tulajdonos fizet bérlet a stadionért, illetőleg fizet az irodákért és a meccseken. Ő valóban elszámolta ezt a szezont. Polgármesterként érthető, hogy ő úgy gondolja, hogy felelősséggel tartozik, ezért hiszen mégiscsak ez a városnak a csapata, de ugyanakkor a másik oldalon viszont a tulajdonosnak a jogosultsága eldönteni itt bármit is. És az biztos, hogy ez az állapot nem nagyon tartható fenn hosszú távon közöttük, tehát valaminek történnie kell, hogy hirtelen kibékülnek, azt nem tudom, bár nyilván nem ismerjük a gondolataikat, hogy kinek mi az elképzelése Garancs Istvánnak a klub kapcsán, Cserpakovics Andrásnak a folytatás kapcsán. De egy dologra ez a mérkőzés rávilágított nekem, hogy itt nagyon komoly képességbeli problémák is vannak. A játékosok kapcsán, amire nem gondoltunk, hogy ez micsoda, hogy milyen jó csapat. Most azt én másfél éve mondom ezt itt ebben a stúdióban, hogy ez a keret, ez nem jó és keret. És a Kecskemét elleni meccsen olyan bántó technikai fölényben volt az ellenfél, hogy minden poszton jobb labdarúgóval rendelkeztek. Lehet, hogy csak a szakmai munka volt jobb, és jobban lettek összerakva, de ott minden egyes párharcból ők jöttek ki győztesen, és ha végén nem kezd belecserélni Szabó István, akkor akár 5 gólt is nyerhettek. Akkor döbbentem meg először, hogy ez egy közel sem annyira jó állomány, mint gondoljuk. És itt jön ez a professzionális szemlélet. Mondom, én másfélre mondom, ez egy rossz keret. Ez egy rosszul összerakott keret. Ennyire nem gondolhattuk. És tulajdonképpen a Vili már rég kiesett volna, hogyha Kispestnek nem lett volna egy roppant rossz szériája. Most az a szörnyűség, hogy kicsit elkezdtek nyerni, és nyilván jobb állapotban vannak momentán mentálisan, de az biztos, hogy ha ez a csapat bennmarad, amit nagyon-nagyon remélek, nagyon nehéz lesz. Tehát én most kezdtek kicsit attól tartani, hogy nem rossz a sorsolás a Vidinek, de a nem annyira rossz a Kispestnek sem. Debrecenben mennek, aztán játszanak a Mezőkövetel és játszanak a Felcsúttal, de az biztos, hogy... Itt a követnek kell szerintem figyelni. Ha ez a csapat bennmarad, akkor is elképesztő átalakítások szükségesek. Na itt jön az a képben... Tehát néhány évre el kell azt engedni, hogy versenyzünk a Fradival, hanem kell csinálni egy stabil középcsapatot. Magyarokból, helyi fiatalokból, itt jött Csongvai Katona, vannak itt ügyes gyerekek, kell 3-4 meghatározó külföldit, de nem 10-et, és úgy gondolom, hogy kell valóban előről kell kezdeni építkezni. Itt jó, tehát ebben a 12 csapatos bajnokságban még nagyon csak építkezni se kell, hiszen nézd meg, az a Kecskemét lesz a második, amelyik, hogyha 2 évvel ezelőtt az Iváncsa vállalja, akkor nem kerül fel az NB2-be, tavaly de óriási... De most a NBA-ről beszélünk. Tehát óriási a különbség. Gyakorlatilag a Kecskemét az elmúlt években az egyetlen olyan csapat, amelyik stabilan tudott folyamatosan jó teljesítmény nyújtani az NB1-ben, miután följutott, mert hogy pont azáltal, hogy az NB2-ben, ugye nem azt, hogy nem játszhatnak, de rosszul jársz, ha légiósokat foglalkoztatsz, óriási a különbség. Akkor a Vasas miért utolsó? A Vasas a Kecskeméttel együtt jutott fel, és úgy de ezt mondom, hogy a Kecskemét az egyetlen, aki gyakorlatilag ebben a mostani szezonban ugye stabilan tudja hozni azt. Minden NB2-ből fölkerülő csapatnak egy óriási szívás az első év. Csak ez olyan, mint azt mondanák, hogy ez véletlen, meg hogy valami szerencséje van a Kecskemétnek ezzel. Nem. Szerintem nem. Múltkori adásban már mondtam. Szabó István szerintem remek munkát végez. Egyrészt, másrészt pedig ezt a múltkori adásban is mondtam, csak 3 másik vendég volt, hogy lenyilatkozta ugye Banó Szabó, aki Szabó Istvánnak a fia, és játszik a Kecskemétben, hogy már az NB2-ben olyan karaktereket kerestek, és úgy állították össze a csapatot, és ezt a sportigazgatójuk is megerősítette, hogy hosszabb távra tervezve ez akár az NB1-ben is megállja a helyét. Nyilván ettől még nem gondolták, hogy az aranyéremért lesznek versenyben, de igenis volt egy koncepció, igenis kerestek olyan karakterű játékosokat, fiatalokat, tökösöket, bátrakat, vagy olyanokat, akikben a bizonyítási vágy korábbi mellőzöttségével dolgozik. De mondod, ebből ha találsz 8-9-et, és ide hozott Fehérvár, akkor még csak az se kell, hogy amit a Laci mondta, hogy lemondjunk a következő 4 évre, mondjuk a nemzetközi... De most elméletiség, nem ülünk ott sajnos, mert én biztos vagyok benne, hogy mind a 4 közül, ha bármelyikünk vezetni ezt a klubot, biztos, hogy talán jelen pillanatban jobb irányba haladna. ez kemény kritika, de egyébként lehet. Én nem merem vállalni. Én vállalom ezt, mert ez ami most van, tehát ez szerintem... Itt érünk vissza ehhez a bizonyos gazdátlansághoz, amit te is kiemeltél, amit Laci is mond, és ami lehet, hogy a polgármesternek is a legjobban zavarja a szemét, vagy böki a csőrét, mert ha arról beszélünk, hogy van olyan klub Magyarországon, és láthatóan van nem egy, amely
kimond egy koncepciót, amellett dolgozik. A Ferencvárosnál ez nyilván anyagi, most már megszerzett javak, egyéb lehetőségek mentén teljesen más, mint egy Kecskemétnél, amely elkezd NB2-ben fiatal csapatot építve rákészülni a következő próbákra. Vagy ott a Paks, amelyik azt mondja, hogy nem igazolok külföldit, magyar játékosokkal próbálom meg. Ezek koncepciók, ezek létező szakmai koncepciók. Biztos volt ilyen a Fehérvárnál is valamikor, mert Európa Liga csoportkörbe azért nem véletlenül jut el egy csapat, vagy a magyar bajnoki címig. De ez a fajta gazdátlanság, ez nekem egy olyan fogalom, amiben pont az van benne, hogy mintha ezzel nem foglalkozna senki. És az a nagy kérdés persze, hogy itt valóban a tulajdonos és a polgármester között megy az üzengetés, mert azt is mondta azért Cserpakovics András, mikor itt volt talán épp legutóbb a kezdőkörben, mármint hogy mikor legutóbb volt itt, hogy Juhász Rolandban azért bízik, van fehérvári kötődése, fiatal szakember, vagy ambíciója. Hát azért mégiscsak föl lehet tenni a kérdést, hogy amikor egy klubban nem jók az igazolások, nem jók a légiósok, nincs olyan magyar, mint a Kecskemétben, akkor az ott kinek a felelőssége? Garancsi István elengedte az egészet, és azt mondta, hogy engem nem érdekel, adom a pénzt, csináljatok egy jó csapatot. Szerintem ez lenne egy ideális helyzet, hogyha adná a pénzt, és hagyná, hogy egyébként a klubon belül azok, akik értenek a labdarúgáshoz, azokat hagyná dolgozni. De ahogy lehet hallani, ő azért bizonyos dolgokba megpróbál beleszólni, és ezért tart itt. Tehát figyelj, 2007-ben vette át ugye a klubot, 9-ben, 7-ben? 7-ben, ugye? Közel 20 edző. Ez nem tulajdonosi felelősség az edző. Én úgy gondolom, hogy Garancsi István, amire szerződött, az betartotta. Normál esetben nem tulajdonosi kompetencia feltétlenül az edző, de tudjuk, hogy ennél a klubnál Garancsi István beleszól abba, hogy ki legyen az edző. Na, hogy tudjuk-e? Nem tudjuk. Akkor úgy halljuk. Vannak történetek, egyébként itt ülő kollégától, másik korábban itt ülő kollégától is hallotta olyan történeteket, amik nekem nem voltak meg, de hát ilyen belső információkból valóban születtek olyan döntések, amelyek akár korábban megkötött megállapodásokhoz, vagy irányvonalakhoz képest aztán tényleg a tulajdonos egyszemélyes akaratából, vagy éppen önfejűségéből következtek, hogy ő mégis máshogy gondolta, nem tudjuk, ezek mögé a színfalak mögé mi sajnos, vagy szerencsére nem látunk be, De gyanítani lehet, amit Tomi mond, hogy lehet, hogy itt van azért ellentét a között, ahogy egy futball szakmai vezető elképzelne egy klub felépítését, meg a között, hogy ezt a tulajdonos elképzeli, és azért az is sokat mondom, hogy nem csak edzők cserélődtek itt, hanem klubigazgatóból is tudunk mondani, vagy ötöt az elmúlt 10 évből, és azért az sem kevés, mert akkor tényleg kifelelős a stabil szakmai irányvonalért. Pont erre gondoltam én is, hogy beszéljük, hogy akkor ki, meg milyen pletykák vannak. Ugye sokáig volt egy lila klubigazgatónk lassan, most vicces, de lassan már biztos írják az emberek minden hibájával, hátrányával. Talán nem azt számított, hogy lila, hanem hogy klubigazgató. Igen, de utána érkezett ugye a mér, ami most már megint történelmes múlt, ne felejtsük el, rökölt rengeteg szerződést, amivel élnie kellett a saját arcát, nem tudta belehozni. Ő maga mondta nekem személyesen, amiről máshol is hallottunk pletykákat, és a végeredménybe is jött, hogy ugye felülről viszont nem kapta meg azt a bizalmat, amit az elődje megkapott. Közben ő is elkezdett valamit állítani a régiből, és abban az egyvelekből meg megint átmentünk egy következő állomásba, ahol jelenleg itt járunk, és tehát, hogy egy ilyen, nem azt mondom kapkodás, de hogy nem jó irányba voltunk, elkezdtük keresni a jó irányt, és mérhetetlenül nem találjuk jelenleg. És hogyha már 2007-et mondtad az előbb itt a tiszteletbeli Lászlónk, akkor gyakorlatilag... Mondott, átgondoljuk. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mindig vissza kell menni addig a pontig, és ha valaki, akkor én is legendásan összevesztem ugye a videóton névváltás miatt Garancs Istvánnal, de semmi gond, az élet az ilyen. De 2007 óta ő 3 bajnoki címhez hozta Fehérvárt, az UEFA Kupa döntős időszakot nézem, akkor az aranykorát a klub megélte. Én egy picit, mint a rajtam levő póló is megszurkolóként jöttem ide, a szakralitását is behozzam. Ez a siker pont az újkori Videoton név felvétele és a Videoton név levétele között volt, hiszen 18 óta indultunk el azért lefele, de az a lényeg, hogy a 3 bajnoki cím, mert mikor hozta a Garancs István, azt ne felejtsük, hogy 2007-ben
mennyire rottyon volt az a klub. Tehát a megszűnés határán voltunk. Tehát egyszer már ez a tulajdonos és az a kör megoldotta ezt, hogy ebből csinált egy nagy csapatot. Én azért azt gondolom, hogy remélhetőleg nem az a cél hosszú távon, hogy nem az élboly lesz megint. Tehát most van egy nagyon-nagyon nagy mélypont, ahonnét én nagyon-nagyon bízok benne, hogy most ezekre a sok hatások után elindulunk fölfele. Hogy az okokat keressük, hát ezt keresi már mindenki évek óta, de szerintem ez a túl sok személycsere, igen, a 20 edző, a nem tudom, sportigazgató, ez hát és ugye három bajnok edzőből kettő a bajnoki cím után nem maradhatott. Az is hiba volt. Azért, ezek is csoda dolgok. Igen, egy pedig a következő hullámvölgynél távozott. Azon gondolkoztam egyébként, hogy Burcsa Győző után ugye Kovács Zoltán, aztán Sallói István, aztán most Juhász Roland. Ez négy, de Burcsa előtt bőven voltak még a csak most nem jut eszem, hogy ki voltak. Mezei György egy személyben felelt mindenért, amikor ugye először lett bajnok a csapattár, kvázi klubigazgató és edző is volt, de utána is volt másik időszak. Tehát valóban vezetői szinten is olyan a fluktuáció, ami vagy két dolgot tud üzenni, egy az, hogy a klub tulajdonos nagyon megvezethető és bármit el lehet neki adni, vagy a ellenkező, hogy mindenben illetékesnek gondolja magát, és kapkod össze-vissza, amikor mondjuk a személycserékről kell dönteni. Nem bocsánat, tudom, hogy van egy állandóság, az ügyvezető igazgató. Az állandóság. Az elmúlt évek És ő neki milyen szerepe van a csapat kialakításában? Hát a pénzügyi hátteret itt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az profi és jól, és jó menedzsert, és nyilván továbbra is egy kirakat csapatnak tekinthető a magyar futballban. Csak hát... sok változás, mert mondtam, hogy van egy állandó tényezőnk különben. Itt rendszer szintű problémák vannak azért, így utólag, utána olvastam, Márton Gábor a harmadik helyen adta át a klubot, úgyhogy három pontra voltunk a második helytől, Fradi már akkor elment, és igazából felcsút volt előttünk, és a nemzetközi kupában az Antwerpen ellen estünk ki, nem játszottunk rosszul, előtt megvertük a francia Lille csapatnak számító Reims együttesét, tehát mai ismereteink tükrében akkor ez egy kimondottan jó szereplés volt, de mégis akkor már távolodtunk a Fraditól, és mennie kellett. Kovács Zoltán nyert magyar bajnokságot, kupát, kikaptunk a Jereván ellen, tehát felajánlotta a lemondását, amit elfogadtak. Saló István egy kimondottan sikeres sportvezető a jelenben, három nap alatt most már kivitte a nemzetközi kupába az adagyőzteket. Ezt nagyon sok Bóér lesz az év edzője, nagyon sok helyen bizonyított, és itt valóban nem működött a rendszer. És itt a szakmai rész, hogy a játékosok sem olyan képességűek, és itt az edzőváltás, azt megbeszéltük Huszti, abból a sztoriból elég volt, és őt joggal állították fel. Ez a választás, és most voltam benne a sajtótájékoztató meccs után, egy nagyon tisztességes, szemedben néző edző szerintem ért is hozzá, hiszen Svédországból bizonyított. Itt a kiválasztása kapcsán jönnek elő problémák most már az én szememben, hogy nem ismerte a klubot, nem ismerte a klub történelmét, nem ismerte a játékosállományt, és nem ismerte az ellenfeleket. Most ilyen szituációban ezek döntő hibák, lehet, hogy egy nyári érkezés, akkor ez tökéletes üzemelt volna. Lehet, hogy az edző cserében Nikol is lett volna egy utólag a tökéletes megoldás, hiszen ő minden szempontnak megfelel, csak ő úgy döntött, hogy mégsem vállalja. Onnantól kezdve, na ki találsz, meg ki az, aki egyáltalán el akar vállalni egy ilyen klubot, ahol az elvárások az egekben, ugyanakkor a jelenlegi produkció mélyen. Tehát itt nagyon sok ismeretlen és az egyenlet. Szegény ember, szurgen, de az egyébként mindenféleképpen zselák mellett szó, hogy ő meg akarja ismerni a klubot, a várost. Itt él, ugye. Tök jó, csak ki ne essünk közben, megismeri. Tehát, hogy ez rendben van. Igen, egy ilyen helyzetben, és ebben Lacinak tökéletesen igaza van, lehet, hogy azt kellett volna hozni, hogy hozok egy ideiglenes vezetőedzőt, aki legalább ismeri a közeget, meg az ellenfelet, ilyen feladatot a Vidinél azért 20 éve nem kellett, hogy edző megoldjon, mert amikor Horváth Ferenc ide került, akkor is az volt éppen, hogy nehogy már eljussunk ki nemzetközi porondra, meg nehogy már ne legyünk versenybe, oldjuk meg valahogy, és a második hely volt az a minimum, amit el kellett neki érnie. Most valóban tudjuk, szoktunk ezen poénkodni, hogy azok az edzők, akiket mindig előkapnak a sifonérból, leporolnak, és akkor a szegény ember Szurgert Lajosa lehetett volna a Horváth Ferenc is itt, ugye a Honvédnál volt annak idején mindig, hogy elővették. De Angliában most az Eller Dice-t mondhatnánk, a Dice-t, tehát hogy ott is vannak olyan öreg edzők, a Roy Hodgson, bocsátott kérek, még Mezei György tanította neki, vagy ő a Mezeinek a szakmát, és most ugyanúgy Premier League kispadon ül. De mit játszik vele a Crystal Palace? Igen, mert tudják, hogy ezek az edzők ismerik a közeget, ismerik az összes játékost, képben vannak, lehet, hogy 70 éve tanulta a szakmát, de valami... Roy Hodgson vezette az FF Malmöt az UEFA Kupa
következő idényében a Vidi ellen. Igen, tehát, igen. De nem is kellett volna messze menni a Vidi nélkül, ilyen, aki a kiesés előtt menek, csak egy családtagot kellett volna megtalálni, ugye Bárdi esetében, hiszen profit szereti bent tartani éppen aktuális az Ertát. Hasonló ugye Pál és Palkó helyzete, hogy bennmaradni, talán Páli keményebb. Legalább az egyik meg sikerüljön, azért ezt kívánjuk, lehetőleg a Fehérvárnak. Még egy gondolat, ezt nem tudom, hogy ti hogy látjátok, mert azért amikor arról beszélünk, hogy elkötelezettség hiányolt, egyébként én szerintem a polgármester úr nagyon sokszor kifejtett véleménye, és akár a többi fehérvári csapathoz viszonyítva nézhetjük, hogy valójában mennyire érzik Fehérvárt magukénak ezek a játékosok. Jelen pillanatban nem lesz rövid a inkább megtippeltetlek titeket, ha véletlenül nem olvastátok a cikket, hogy hány nemzetiség van jelen pillanatban a Vidi öltözőjében, 29 tagú keretet. Tételezve. 15. 16. 16 nemzetiség. Megsripelhetjük. De tényleg. Én a fehér pontban. Diktatúra. Szerb, macedón, ukrán, dán, szlovák, norvég, német, portugál, hondurasi, brazil, francia, román, koszovói, bosnyák, zöldfoki, szigeteki, aki ugyan már hivatalosan magyar. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor elköteleződésről beszélünk úgy, hogy ezeknek minimum a fele egy éven belül érkezett, akkor valójában itt sem látom az igazi koncepciót. Itt jelen pillanatban egyébként, hogy ha már idehoztad, hogy mennyi légiósa van a Vidinek, szerintem egy óriási probléma, és ez az én, mondjuk így akkor konteóm, hogy szerintem a március közepén, amikor még huszti volt, vagy március elején még huszti volt, még nem volt ugye az új edzés, tényleg nagyon-nagyon lejtmenetben volt a Vidi. El tudom képzelni, néhány légiós fölhívta a menedzserét, hogy te figyelj, óriási itt a probléma, ki fogunk esni, hát én nem akarok az NB2-ben futballozni, mi lesz, valami, nyugodjál meg, semmi baj, arra figyelj a szezon hátralevő részében, hogy ne sérüljél meg, mert az NB2-ben te úgyse fogsz játszani. A klub vagy elenged, vagy elad, vagy kölcsönad. Ja. Hát, és szerintem, bocsássatok meg, de szerintem és akkor ebből azért lehet látni a pályán dolgokat, hiszen lehet. Tényleg neked, most ha bennmaradsz, akkor maradsz a Vidinél, vagy elmész, tök mindegy, de ha ki is esel, neked nem fogsz az NB2-ben játszani. Az NB2-ben a Kovács Dániel fog játszani, a Katona, a Csongvai és a többi magyar. Mert nem hiszem, hogy bevállalja a Kojnok és azok, akik Dolo Martin védő. Így van. Igen, lehet, hogy egyébként nem lesz baj, meg nem lesz rosszabb a Vidi, de biztos vagyok benne, vagy, de... jó, vagy az az érzésem, hogy azért ez is közrejátszik, hogy itt egy-két légiós inkább arra figyel, hogy meg ne sérüljön. Én nem gondolom, mert nem hiszem, hogy jobb helyre tudnak innen elszerződni. Tehát mint az NB2? Benne akar maradni, és itt akar futballozni, hiszen komoly pénzt keres, és az a magyar bajnokság azért ez lekövethető külföldiként. Tehát, az biztos, hogy szakmai előre menetel egy magyar NB1-ből kieső játékosnak azért nehezen elképzelhető, még akár csak az is, vannak itt azért most már olyan magyar csapatok, 2-3, amelyik meggondolja, hogy légiós szerzőt tessene, látjuk Kecskemét, Paks, Debrecenben sincs már olyan sok. Hova megy? Tehát azért a környező régiókban, akár a Balkán felé mozdul valaki, akár délre, akár Ausztria felé, ott azért nagyon már megválogatják. Ott már nem biztos, hogy a NB1 kiesőjéből akarnak igazolni. Itt pedig azért tényleg, ahogy Laci mondja, adott egy biztos megélhetés. Jó, de a videóton név az, hogy a Kölnnel játszottál egy olyan meccset, hogy majdnem, tudsz összevágatni magadból. Hát a majdnem, mert vitatkozni, bocsánat, hoztunk egy meglepetést, utána meg lesz. Jó, de hogy... Oké, de akkor is összetudsz magadról vágatni 2 percet, amit föltöltesz a YouTube-ra, el tudod adni, figyelj, adtam 4 gólpassz, rúgtam 3 gólt, az már nem olyan rossz pedigré, vagy rúgtam 10-hány gólnál jár a Kodró, 11-nél talán. Tehát most nyilván a 11-es nem fogja berakni a videóba. A lényeg annak, amit te mondasz, meg amit én felolvastam lista, hogy azért erős a veszély annak, hogy itt a csapat egység és a küzdeni tudás sem afelé mutat, hogy mindenképpen meglegyen a bentmaradás. Kérdés, hogy látjátok a hátralévő meccseket, és hát még egy szegmensét azért itt az adás első fél órája vége felé közelítve, hogy a közönség hogy fogja ezt viselni, mert itt adás előtt felelevenítettünk a Videóton történetéből olyan éveket, amikor nem is feltétlenül volt a kiesés a fő veszély, de hát tömeges tüntetések zajlottak aktuális klubvezetés ellen, meg klubvezetők ellen. Most hát a legnagyobb problémája az RBD-nek, hogy 4 játékos ment ki meghajolni, vagy megtapsolni körülbelül a szurkolást a legutolsó mérkőzés után.
egyelőre nem érzem azt, hogy bármiféle komoly számonkérést őket tartani a játékosoknak. Persze nem is biztos, hogy ez most lesz lenne a legjobb. Én azt gondolom, hogy pont mind a két témát, amit utoljára hozta, 16 különböző nemzetiség. Itt aztán világpolitikailag biztos jól tudnánk egymással vitatkozni, hogy pont mellett lennék, hogy az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy attól még nem kéne egy erős kohéziónak lenni. De az én felfogásom szerint különben igen azt jelenti, hogy ez nekem too much, ez túl sok. Tehát ez a 16 nincs egy irány. Legalább korábban láttuk, hogy volt spanyol irányunk, meg szerb irányunk, meg nem tudom milyen irányunk. Most meg van egy ilyen össze-vissza irányunk, ami egy össze-vissza csapatot eredményezett, és itt kapcsolom össze, és nem csak az RBD, hanem szerintem a teljes fehérvári szurkolókkal szemben tiszteletlenség, de RBD-vel szemben mindenképpen, hiszen az a föllelátóról ne felejtsük el, hogy mindig mennek a különböző bekiabálások, van, aki a második perc után anyázza a játékos, stb. Most egy ilyen helyzetben ez szerintem nem segít. Az, hogy te szurkolsz végig, és végigbiztod a csapatod, és szerintem a teljesen normális módon mondjuk a meccs vége előtt 10 perccel esetleg van egy kicsit erősebb hangvitel, de még az se durva, és a Kodró után meg szerintem még olcsón megúszta itt a Fehérvár rendezőgárda, meg mindenkit ezt a, meg a játékosok ezt a pillanatot. Tehát, hogy ez minden mutat ez a 16-os számra rávitetve, hogy pont én a közösségi portálomon ugye ezt emeltem ki, és én magam lőttem az RBD szektorba ezt a képet, ha valaki még nem látta, érdemes megnézni. Az a kép, amit lőttem, az egy-másfél percig tartó állandó kép volt. A lecs lefújása pillanatában a fele csapat be az öltözőbe, a kimaradt levő 8-10 játékos, 2-1, 2-3, 1 ilyen felosztásban egymástól 4-5 méter vagy 10 méterre szanaszét állt, és gyakorlatilag ez mindent elmond fele be, a másik fele, aki kimaradt, az is 5 vagy 6 részletbe, a képnek a szürrealitása, a háttérbe összeölelkező mezdőköves örömködő, aki kiment, ugye más azért a pszichológiai, de kiment és megtapsolt a csapatát. Tehát mit csinál játékos volt, aki ezt kérdezte, hogy mit csinál? Azt csinálja, jöjjön el a 16-os, nem a szektorig eljön, jöjjön a 16-os, emelje, álljon egy kicsit, hallgassa egy percig, két percig, hogy K anyád, úgyse érti a játékosoknak a 90%-a, tehát hadd hallgassa, álljon egy kicsit, repüljenek a üres műanyag poharak, úgyse talál senkit, meg úgyis jó az a zsetonos rendszer, marhára imádom ezeket a poharakat, legalább volt végre van értelme, és hallgass egy két percig, és tapsolja meg, köszönje meg a biztatást, ez mindegy, hogy x mennyi forintért, köszönje meg a biztatást, az besúnyoghatnak együtt az öltözőbe, együtt. De ahogy írtam is, ez nem csapat, ez egy szeretvedett társaság, és ez a kettő dolog, amit te is a végén felhoztál, a 16 fő, meg hogy ki jött ki, megköszönni a szurkolást. Egyébként, hogyha nem, ha nem a Laci közül a Juhász ülne itt mellettem, akkor is kiemeltem volna, hogy egyébként le a kalappal az RBD előtt, mert minden mérkőzésen, idegenben, otthon végig biztatják a csapatot. Eljön az a pont, amit a Laci is mondott, most aztán a 75-ben jött a hű de gyengének egy fokozattal erősebb. Kevésbé intelligens igen. Verziója. Hát nem mondom, hogy kevésbé intelligens, van, aki szerint a káromkodó emberek intelligensebbek a nem káromkodóaknál, de hogy egy keményebb kifejezés, de ez megy, hogy hű de gyenge kettő percig, és aztán mi vagyunk a videóton, hajrá, megy újra. Tehát, hogy és itt van egy olyan csapat, amelyik tényleg visszakötünk az elejére, és polgármester úrnak a jegyzetére, mert gyakorlatilag ez részben egy jegyzetnek is megfelel, akkor tényleg itt van egy csapat, amelyik anyagi lehetőségeit tekintve föl kéne, hogy vegye a versenyt a Ferencvárossal. De a Kecskemétnél biztos, hogy több pénzből gazdálkodik, és jelen pillanatban a vonal alatt van, és van egy ilyen szurkoló tábora, amelyik minden mérkőzésen ott van, összeáll, adott esetben még, tehát a Kecskemét hát ellené, nézőszám sem ott, még az RBD-n kívüli nézőszám is, tehát itt azért kimennek még Fehérváron mindig 3-4 ezer ember foci meccsen, miközben hetek óta mindenki attól szenved, hogy mennyire vállalhatatlan a játék, és mennyire nagy veszélyben van a klub. Hát most gondold, egy ilyen szürke hatodik helyen állna a csapat, érted? Akkor is lennének elégedetlenek, ez biztos. Egy Budapesten is kivennek 5000-re, ahol régen se jártak. Néhány szót azért beszéljünk arra is, amire Horog Laci már célzott, hogy a képességek és a játék, és most már azért Zselák is, aki valószínűleg tényleg így lakva ismerve meg a csapatot egyre jobban rádöbben, hogy itt... És hogyha Kodró 11-esét tényleg ilyen emblematikus dolognak tekintem, hogy a fejben, mentálisan és talán fizikai állapotban is itt nagyon komoly problémák vannak. Én azt láttam, már nem csak akkor, amikor vezettünk és elvileg jó lett volna nekünk megőrizni az eredményt,
hogy itt a legközelebb eső játékoshoz mer csak passzolni mindenki, ha az a kapus, akkor neki, ha a másik hátvéd, akkor neki. Itt egy mélységi indítás, egy felépített támadást kezdeményező passz alig-alig volt. Tehát olyan szinten van rottyon mindenki, és nem tudom, hogy ez a nyilván a önbizalomhiányból, meg a csapat helyzetéből is vagy adódik, de hogy lehet, hogy amúgy a képességekből. Itt azért Újpesten nagyon-nagyon jót húztak Vignyevicssel, tehát minden feltételnek megfelel. Kuttor Attila zseniálisan kezdett, most gyengében szerepelnek, de szerintem nem lesznek olyan közvetlen kiesési gondjaik, mint nekünk. Tehát itt a választás is, még egy picit visszatérve a szurkolókra, hogy itt elhangzott a leg, hogy a minden idők legtöbb pénzéből a leggyengébb állomány. Szerintem minden idők legjobb szurkolótáborunk van, tényleg le a kalappal, sokan vannak, mindent hozzátesznek. És hogy a játékos miért nem ment ki? Ez a vedd le a meszt, ez számomra idegen. Ezt Újpesten elkezdték régen Diósgyőrbe. Én úgy gondolom, akármennyire is rosszul teljesít, nem lehet követelni azt, hogy vegyen olyan szintű megaláztatás. Én úgy gondolom, az visszaüt, tehát ennek nincs pozitív hozadéka, és szerintem ezért nem mentek ki ezek a játékosok. Ez Rizsa, nem szabad. Tehát tényleg, Laci, megértem a játékos pszichológiáját, hogy egyik oldalon, mint hogyha magának érezni ezt a történetet, ebből azt érzed, hogy ő is marhára el van szontyolodva, nyerni akar, stb. De a másik oldalon meg nem ezt látjuk a nyilatkozatokban, ilyen gépiesített, minden héten ugyanazt elmondjuk, meg stb. És közben nem jön vissza a pályán. És az a minimum tisztelet, hogy amit mondtál, tökéletesen egyetértek vele, és mindezt maga felé zajlik a keze, vagy az ennek a keze, igen, hajlik. Hogy mindegyik egyik legjobb szurkolótábor lett, hiszen itt olyan egység van, olyan fegyelem és rend ebbe a történetbe. Már a műsor közül is a tiétek. igen, egykori RBD szelőénekes, igen. És hogy gyakorlatilag, hogy ezt egy játékos nem érzi, hogy ilyen szinten vele vannak, hát az de akkor nem csak komoly probléma. Hát, hogy most azon gondolkoztam, hogy ki az az egy játékos, aki mondjuk annak idején, hogyha most, vagy most, ha játszana, mondjuk Juhász Roli, vagy Torgelles Annyi, aki van annyira tökös, hogy gyerekek, akkor gyertek mögém, álljatok meg itt, én meg kimegyek a szurkolókhoz, azt beszéljük meg. Mert hogy ennek van egy... Kire mondanád azt, hogy te figyelj, na ő az, aki most, ő az, aki... Mert a Csongvai, oké, de Csongvai 4 hónapja van, 3 hónapja van itt. Szerintem a Kodrónak kellett volna, hogy gyerekek, a labdát dobjátok vissza. Tényleg, ki az a vezér ennek a csapatnak, aki tud lenni mondjuk egy híd a szurkoló és a csapat között, vagy tényleg van annyira tökös, hogy azt mondja, hogy gyerekek, akkor én most kimegyek, azt meghallgatom, hogy mit mondanak az RBD-sek. Hát szerintem Fiolában lett volna ebben annyi, de ugye két dolog, egyrészt, hogy ő sérült, másrészt, hogy neki volt a legkomolyabb konfliktus a táborral korábban egyszer, úgyhogy valószínűleg ő ezért nem vállalja fel. De ő elismert is azért a maga nemébe szerintem. Bántóan hiányzik a vezéregyéniség, és én ezért is látom elég sötéten a jövőt, mert valóban, ahogy Laci mondta, az edzőnek még nagyon nehéz igazából vezérnek lenni egy olyan ligában, amit ő is most ismer, egy olyan csapattal, ahol még nem sok időt töltött el. Játékos vezéregyéniség borzasztóan hiányzik. Én azt látom, hogy ha van is probléma a képességekkel, még akinek nincs gond, az is nagyon messze elmarad a csúcsformájától, nem vállalnak semmit. Úgyhogy azért ez egy három kinkeserves mérkőzés lesz. A Puskás Akadémia ellen mostanában azért nem olyan jó a mérleg, idegenben ők egy dobogót ostromló csapat, sokkal jobb formában. Ott is azért érdekes, hogy ők se szárnyalnak az utóbbi időben, meg hát van egy lejáró szerződésű edzőjük. Hát ott is lehet, hogy az egység azért nem az igazi most, de utána jön az a Zalaegerszeg, amelynek azért még bőven lesz miért kaparni a elég valószínűleg bizonyítástól fűtött sportigazgatóval a hátuk mögött, és hát a végén a Vasas, aki talán addigra kiesik, és akkor bízhatunk benne, hogy... De figyelj, pont ez, ami, tehát hogy mondta az előbb a Laci, vagy ki mondta az elején, nem tudom, hogy a sorsolása jobb. Ezt sok ember mondja. Szerintem ezt engedjük el. Tehát elment 30 forduló. Ez a csapat a 30 fordulat nem tudott meglepetés eredményt egyszer se hozni. Ez morálisan nem létező csapat. Ez 11 játékos, vagy 20 akármely. A Fabi 2-2. Az meglepetés, amikor előtte szarrá verte mindenki a Ferencváros, már bocsánat. Utána támad fel a lisztessel a Fradi. Gratuláljuk a bajnoki címnek a Tominak. Na de azt akartam, hogy csapat, tehát hogy képességekről, meg, ez nem csapat. Tehát ugye a sorsolása, mondhatjuk ennek könnyebb, ennek nehezebb, de ez a csapat, ez mire képes? És akkor pszichológiáját nézzük, igen, a Puskás nemzetközi pont akár. A Zalaegerszeg földobott állapotban, Vasasnak minden mindegy. Én ezt nem azt mondom, hanem azt, hogy el kéne küldeni ezeket a kék túrára, vagy iszabbirkózásra, vagy Ultra Balatonra, most volt a hétvégén, úgyis szeret szerkesztő úr is futni, tehát, hogy valami csapat összetartás. Hát ami
ennyi pénznél beszélünk, hogy ne, én nem tudom, hogy van-e vagy nincs, persze vannak információm, de hogy ebbe a helyzetbe ezt kéne már fél éve látni, egy picit üljük le egy kicsit sakkozni, vagy társkereső, vagy mit tudom, hogy csináljanak egymással közös programot. Pont ezen gondolkoztam én is, hogy itt már nem arról a vasárnapi meccs után, amikor balaktam a kocsihoz, hogy tényleg itt lehet, hogy valami ilyesmi kéne elvinni őket paintballozni, vagy akár csak üljenek be egy moziba, azt utána beszélj meg, hogy mit láttak a filmből, mert itt már az edzés nem fog segíteni. Mi a edzeni kell, tehát nem erről van szó, csak itt már nem azon múlik az utolsó három meccs, hogy mondjuk a Zselák jó edzést tart, vagy nem tart jó edzést. Így van, hát a Kovács Feri bácsi legendás története, csak az egy másik világ volt, ugye, azt mindig elmeséltem. A VHS? Felnőtt tartalmú kazettát tette be a buszba, most már akkor felejtsünk el mindent. Akkoriban nem volt olyan könnyű hozzájutni ilyen tartalmakhoz, ezt ma megoldja otthon mindenki valószínűleg, és nem biztos, hogy meghozna a közös pornózás az eredményt. Egy napot eltöltenének a Horog Lacival? Felnőtt filmet. Na hát minden esetre tényleg itt az indulatok is kijöttek, nagyjából számítottam is rá a csapat helyzetét, a témáinkat és a vendéglistát ismerve. A végső konklúziót azonban meg kéne hoznunk, hogy most akkor miben reménykedjünk. Szerintetek bent marad-e a Fehérvár? Lesz még addig persze több adás, amikor majd úgyis beszélünk róla, de most ez az a pillanat, a vonal alatt a csapat, három fordulóval hátra, nagyon mélyen van mindenki. Tényleg ez az égbe lőtt 11-es, ha lehet, szerintem még jobban letaszította minden tekintetben a csapatot. Most akkor miben kell reménykedni? Az iszabirkozás. Hát de nagyon nehéz. Egyébként nagyon nehéz. 50-50 százalékot mondok. A lottöltös. És továbbra is azt mondom, hogy jó a sorsolásunk, mert azért, ha most játszanánk egy Debrecen, Kecskemét, Paks 3-assal, ők mindannyian más célokért küzdenek, és szörnyű, eljutottunk idáig, hogy egy Vidi Kecskemét meccsen más a célja a Kecskemétnek, és más a Vidinek. Én nagyon-nagyon bízom. Nem tudom elképzelni, hogy kiessünk, de ha reális vagyok, akkor 50-50-et merek mondani. Tökéletesen ugyanezt tudom mondani, és 50-50. Tehát abszolút nem tudom azt mondani, hogy van esélyünk bennmaradni, nincs esélyünk, fele-fele, bármi lehet, ráadásul mondhatjuk azt is, hogy részben nem a mi kezünkben van a sorsunk, hiszen itt az előttünk levőkön sok múlik, hiszen te most már nyerhetsz is, hogyha az előtted levő is nyer, akkor is. Tehát mindenképp rossz forból indulunk. Nem érzem optimistának a jövőt, és ha beszéltünk az előbb erről, és abszolút vannak ilyen elméletek, hogy a MB2 megtisztulás, stb. Nagyon nehéz lenne onnét visszajönni, ezt azért tegyük hozzá, tehát aki ezt mondja, de akkor annak így kell történni, egész biztos vagyok benne, és akkor lehet azt az elméletet felrakni, mert a Kecskemét sem fél év alatt, egy videót onnám nem lehetett azt megcsinálni, hogy hozott majd 15 magyart, meg fiatalt, és majd csapatták kovácsolódott két év alatt, tehát más helyzetből indultunk. De most viszont vagyunk egy olyan helyzetben, hogy reset, tehát újraindulás lesz, lehet ez az egész történet. Tehát akár ha bennmaradunk, akár ha kiesünk, ezt hozzáteszem. Én azt mondom, hogy maga biztosan, nem, de hogy bennmarad a Vidi. Köszönöm szépen, hát 3 perc maradt, és nagyon méltatlan ugyan, hogy ebben a 3 percben még gyorsan egy másik témát is behozok, mármint ezzel a másik, három témával kapcsolatban, hiszen a kosárlabdázók itt az adás napján ugye már a 3. meccset játsszák az elődöntőben, és papírforma szerint bejuthatnak a döntőbe, ami nyilván sokkal elismerésre méltóbb, mint a kieséssel hadakozó Vidi teljesítménye, de hát valószínűleg az érdeklődés most tényleg a focisták felé fordult. Ezzel együtt azért az, hogy a második párharcot készül éppen besöpörni a csapat, reméljük nem kibáljuk el, ez szerintem azért felülmúlja a várakozásokat. Én úgy gondolom, ez a csapat bajnok lesz. Optimizmusomat táplálja, hogy a Falko is meg fogja oldani, mi is megoldjuk. És Zac Brown ott nagyon fog hiányozni, főleg védekezésben, tehát egy légiós kiesett. Nálunk pedig az a légiós, a Diong egyre inkább utoléri magát, most már 15 pontos átlaga van. Tehát én azt hiszem, hogy biztos a Falko döntő, és az elmúlt napok történései, az a sérülés, illetve hogy még mindig egyre jobbak vagyunk. Tehát körmenden is éreztem azt az elképesztő kohéziót, tehát az biztos, hogy nagyon komoly döntő lesz, ha nyer is a Falko elképesztő küzdelemben, de én most mentálisan ezt a Fehérvárt erősebbnek gondolom. Hát akkor a kosarasokhoz kell elküldeni a focistákat, lehet, a csapategységet tanulja. Hát tökéletesen jó lenne egy közös mérkőzés nézés, és azért erre látunk példát. És már megint a focinál vagyunk. Na, behoztam a kosárlabdát. De egyébként én abba bízom, tehát szerintem nem kérdés, hogy döntőt játszik az Alba, nem is lehet.
én gyakorlatilag ezt gondoltam a Körment elleni párharc előtt is, de abba bízom, hogy tényleg itt a következő mondjuk két hétben, majd ebben a stúdióban lesz miről beszélgetnetek, vagy beszélgettünk a kosárlabdáról sokkal inkább, mert az tényleg akkor azt vetíti előre, hogy itt majd elő lehet szedni, hogy Laci mennyire volt tényleg magabiztos, és megint újfent milyen igaza volt. És bajnok lesz. Mire a döntőhöz eljut, addigra vége a foci bajnokságnak. Úgy gondolom, én csak annyit tudok mondani, hogy ne húzzam az időt ezzel, hogy tényleg minden sportsikernek örülök, hogy hajrá Alba, hajrá Fehérvár. És utána jön az Entroners a nemzetközi kupában. Hamarosan Hajzika. Tényleg ők is kezdenek. Ja. Kedvenc témádot is előcitálhatjuk. Hát jó, köszönöm szépen, nagyon jó beszélgetés volt, bárcsak nekünk kellene tényleg megoldani a Vidi minden dolgát, mert papíron az asztalnál és elméletben szerintem verhetetlenek vagyunk. Aztán még az is lehet, hogy itt Tomi Laci mondott, hogy ha bárki közülünk vezetné a Vidit, akkor jobbak lennénk. Én ezt egyébként nem, magamra nem vonatkoztatom, ez biztos. De én hiszek benned. Kikértem. Én ezzel arra akartam utalni, amit később is utána mondtam, tehát hogy nyilván Garancsi István egy zseniális üzletember, hiszen nem tartana ott, hogy aztán a hetedik leggazdagabb magyar, hanem hogy ezt a Vidit, ezt most jelen pillanatban egy kicsit hagyni kell, hogy azok, akiket oda helyeztem, azokba a pozíciókba, azokat azért helyeztem oda, mert azt gondolom, hogy értenek hozzá, és akkor hagyni kell őket egy picit dolgozni, mert valószínűleg Balog Attila megfelelő gazdasági szakember, és azt gondolom, hogy egyébként Juhászolon pontosan tudja, hogy ki az, aki jó futballista vagy nem, és Zselák pedig jó edzőnek tűnik. Na hát akkor legyen ez a végszó, és akkor megoldottuk a jövő nagy problémáit is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai adásban, és a figyelmet is köszönöm, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.